Yeah. I cannot. Thank it's like you. Oh, it's just like, yeah, it's in a... Just ice cream. That's like a sort of a bread. Yeah. What are you doing? It needs to like melt when I eat it. Thank you. A mai nap a tök király volt, egy picit megfáztam. Lehet, hogy azért, mert az Andris is egy kicsit megfázott, utána már sem volt annyira jól. De mindegy, a lényeg az, hogy a mai napot azt nem a suliban tartottuk, hanem a Palazzo Brancaccio-ban. Ennek a helynek most az art director-e, hogyha jól értem, vagy a creative director-e, az a mi tanárunk, és ez tulajdonképpen egy 6 szintes palota, amit múzeumnak használnak, kiállításoknak, rendezvényeknek, be lehet ülni, borozgatni, olvasgatni. Művészetkedvelők és művészek és divatban dolgozó embereknek a gyűjtőhelye. Körbevezettek minket a helyet, eszméletlen volt. Kiállítások is nagyon tetszettek, a hely hangulata, az elegancia és kreativitás, amit ott árasztott magából, és mondták, hogy bármikor oda mehetünk tanulni, vagy tervezgetni, gondolkodni, olvasgatni, stb. Egyre pozitívabban látom ezt a kurzust, mert ez az óra, ez tényleg nagyon-nagyon-nagyon király, és baromira élveztem. Hullafáradt voltam közben, mert tegnap reggel 7-kor feküdtem le aludni. Utána pedig a lányokkal beültünk egy kínai étterembe, ami meg tök jó áron volt, tök finom volt, az az igazság, ezt be kell vallanom nektek, unom már az olasz kaját. Alapjáraton, amikor mi megérkeztünk, az első hetekben gyakran ettünk kint, és nagyon sok olasz ételt ettünk. Aztán amikor jött az Andris, akkor, amikor jött az Ida, vele is olasz ételeket ettünk, jött az Andris, vele is csak olasz ételeket ettünk, és most eljutottam arra pontra, hogy egyszerűen nem bírok több olasz kaját enni. És amikor a lányokkal kerestünk helyet, akkor is így kibukott belőlünk az, hogy bárhova, csak ne olasz helyre. Ez az ázsiai étterem, ez kifejezetten jó volt, és jó áron volt, szóval hogyha valaki... De nem, minek felesleges nekem kínai éttermet ajánlanom, hogyha valamelyik őtök Rómába látogat, mert akkor megértem, hogy olasz ételeket szeretnétek enni, szóval nem is javaslom, mert ez egy hülye javaslat. Hétvégén megtanulni kell, mert jövő héten lesz az első dolgozat. Fura azért kicsit így a egyetemi életbe visszazökkenni, de nagyon szeretem. Tehát sokkal jobban szeretem, mint amikor nincs más dolgom, csak a YouTube. Szerintem ez a suli és a YouTube ez tök jól összepasszol. Szóval egyébként még izgatott is vagyok, hogy tanulni kell. Most még izgatott vagyok, aztán lehet, hogy amikor már leülök tanulni, már nem leszek az. Meglátjuk. Ha háttérben hallottok hangokat, akkor az az online órám. I'm a piece of shit! Szóval kicsi update-ek történtek azóta. Tudom, erről mennyit beszéltek, nem szeretnék sokat a márka nélkül. Tegnap elkezdett dolgozni. Ő azóta keres munkát, amióta itt vagyunk. És nagyon-nagyon büszke vagyok rá, mert egy tök nagy multicégnél kapott egy gyakornoki melót, és ma van a második napja. És annyira fura egyedül lenni itthon. Tegnap én egész nap rohangáltam. Ma van egyedül az, hogy csak egy órám van, és tanulnom kell, mert holnap lesz egy ilyen vizsgám, dogám, zéhám, és tanulni kéne rá. És annyira fura így egyedül itt lenni a lakásban, mert nem nagyon voltam. Már így elmenegetett pár órákra focizni, vagy boltba, vagy valami ügyet intézni. De mostantól reggel 7:30-tól mondjuk este 7 valamennyiig nem lesz itt. És megmondom őszintén, hogy egy kicsit szorongok ettől, mert eszméletlen büszke vagyok rá, és nagyon-nagyon-nagyon örülök. Nagyon félek, hogy nélküle szét fogok csúszni. Tehát amíg így együtt voltunk itthon, akár csak az, hogy mind a ketten csináltuk a dolgainkat, ezer meg ezerszer produktív voltam, mert mégiscsak, hogyha itt van valaki, akkor kevésbé mutatod meg, hogy mennyire egy szétesett szerencsétlenség vagy, mint amikor nem látja senki. És már még csak ma van az első nap, hogy egyedül vagyok itthon, de már most azt érzem, hogy 8-szor annyira szét vagyok csúszva, mint amikor ő itt van. Ilyen mondat a számból, na most én szígyellem magam. Mi lett belőlem? Ez nem az, hogy nem bírom ki nélküle, szimplán az, hogy vele sokkal harmonikusabb az életem, mint nélküle. Tehát így most, hogy itt egyedül császkáltam így a lakásban, és néztem, hogy ezt el kéne rakni, itt ki kéne vinni a szemetet, ezt kéne csinálni, és így halogatom, és csak úgy, mint egy zombi, így megyek egyik helyről a másikra, ez nagyon arra emlékeztetett, amikor egy évig egyedül éltem. De természetesen azért attól is félek, hogy hiányozni fog, mert így belegondoltam, hogy ő a nap nagy részében nem lesz itt, este fog hazaesni, és aztán pedig mindig korán fog lefeküdni, hogy másnap megint fel tudjon kelni. És ez nagyon megfordított bioritmus, mert én pedig éjszaka vagyok, éjszakai bagoly, éjszakai bagoly vagyok, mindig éjszaka vágok, akkor produktívoskodom, viszont reggel egy mosott
a hétköznapokból csak ilyen pár órát tudunk együtt tölteni, mert utána meg már fekszik is le, hogy kellhessen másnap. Szóval megmondom őszintén, hogy ez a multiban dolgozás, ez nekem kegyetlenül hangzik. De apropó munka, a tegnapi napom nagyon káoszos volt, mert az a helyzet, hogy nyilván vannak kisebb szorongásaim azzal a kapcsolatban, hogy külföldön élek, itt azért minden drágább, főleg a lakbér, de úgy unblock az élet is drágább, és én ugyanabból a fizetésből élek meg itt, és rohadtul szorongok attól, hogy még kevesebb munkám is lesz, mivel itt kint vagyok, és mi van akkor, hogyha bizonyos cégek nem akarnak velem úgy együtt dolgozni, hogy itt vagyok, mert nehéz megoldani terméket, kiküldeni Rómába, stb. Szóval nyilván rohadtul stresszelkezem, és nagyon megörültem, hogy az About You, akik amúgy az egyik kedvenc cég, akivel együtt dolgoztam, ez itt nem reklám vagy ilyesmi, csak elmesél. Így is hajlandó volt velem együtt dolgozni, hogy én itt kint vagyok, és sikerült megoldanom, hogy az olasz About You-ról rendelek. Viszont az a csomag nem érkezett meg, és azt írta ki, hogy rossz cím miatt sikertelen rendelés, és néztem, hogy hát basszus, és emiatt el kellett tolnom az About You holt, amit Instagramra szoktam kitenni, és nagyon bepánikoltam, hogy tökre örülök, hogy így sikerült megoldani, hogy így is együtt dolgozzanak velem, hogy kint vagyok, erre tolódik az egész, mi van, ha emiatt következőleg nem fognak, stb. És így próbáltam halászni a csomagomat, hogy hol van, mentem postára, mentem mindenhova, és egyszerűen nem volt meg, és azt írták, hogy el kell mennem ennek a szállítós cégnek a központjába, ami viszont egy órára van a várostól. De néztem, hogy jó, mindegy, ez nekem nagyon fontos, ezért felkerekedtem tegnap, és elmentem. Eszméletlenül messze volt, és kivitt a városnak nagyon is a szélére. Olyan rész a városnak, ahol nem is utcák vannak, nem lakóházak, hanem konkrétan ilyen raktárok meg gyárak. És ilyen nagyon unszimpatikus környezet, vagy hogy nem érzed ott jól magad. Odáig kimásztam, minőn megtaláltam az épületet, mert be kellett állni egy sorba, kint az esőben kellett állnunk, hogy fél órát, szem, azért is felszettem ennyire meg, de meg lett a csomagom. Ezt elsőítem. Viszont visszanéztem, hogy esik az eső, meg vagyok fázva, vissza megint egy órát bumlizni, sétálni 10 percet a buszmegállóhoz, az olasz buszok eszméletlen megbízhatatlanok. Szóval úgy voltam vele, hogy jó, nem érdekel, taxizni fogok. Ez amúgy nagyon érdekes, hogy Rómában a sima Uber, tudjátok, az Uber Magyarországon is volt egy két hétig nagyjából, míg a taxisok ezt így ki nem sztrájkoltak maguknak, hogy ne legyen. Az egy viszonylag olcsóbb utazási forma. Viszont Olaszországban a sima Ubert betiltották, viszont az Uber Black-et és még valami Uber valami más, amik a drágább fancy verziói, szóval ezt azok szokták kérni, akik túl fancy-nek érzik magukat, hogy a sima Ubert kérjék. Azok viszont legálisak. Viszont megnéztem az árát, és ugyanannyiba került volna egy fancy Uber, mint egy sima taxi. Szóval néztem, hogy na jó, kérjük a fancy Uber. Szóval megrendeltem, és egy Jaguar FX-ben utaztam vissza a város fele. Egy ilyen fekete Jaguarban, szóval nagyon-nagyon merőnek éreztem magam, meg tök jó fej volt a pasi, hogy ott köhögtem, nagyon féltem, hogy nehogy azt így, hogy covidos vagyok, nem vagyok covidos. És adott nekem torokcukorkát, meg ilyenek, szóval teljes szolgáltatásban élveztem a visszautat. Nem tudom, mit dumálok ennyit. Igazából csak nem akarok tanulni szerintem. Viszont ami még nagyon érdekes, hogy nagyjából harmadjára vagyok beteg, amióta itt vagyok Rómában. És így emiatt visszaemlékeztem, hogy nem tudom, hogy a vlogjaimban beszéltem erről, de Madridban is ugyanez volt. Tehát Madridban én, nem viccelek, nagyjából minden második héten eszméletlenül beteg voltam. De nem csak úgy kicsit megfázva, hanem ilyen borzalmasan beteg. És rájöttem, hogy szerintem én így úgy érzem, hogy nem szorongok a külföldre költözés, egy új élet kiépítés, hogy fog ez összeállni, stb. Én úgy érzem, hogy jaj, de jól érzem magam, csak így vagyok. Szerintem én nekem a tüdömön keresztül jön ki a szorongásom. Mert mindig, hogyha ilyen beteg vagyok, ilyenkor mindig a köhögés a legzavaróbb és legprominensebb része a betegségemnek, és ilyen nagyon durva köhögök, ilyen ugató, idegesítő köhögéssel. Én szerintem a tüdőmön töltöm ki azt a szorongást, amit így elnyomok magammal valamennyire. Nagyon frusztráló, hogy kb. Másfél hete lábaltam ki az előző betegségből, és most újra ramatyul érzem magam. És így Budapesten ilyen soha nincsen, hogy ennyire gyakran vagyok beteg. Fogjátok tudni eldönteni, hogy hímen vagy nő, nem így, tehát a szavakotok ura vagy ára. Tehát a legjobb, neked kirok jól, tehát a kis tavégű szavakkal.
Bottocsikletta. Nos igen, elkezdtünk végre egy olasz kurzust. Ezer évnek tűnt, még Olaszországban voltunk, úgyhogy nem beszéltünk egy szót sem. És én még valamiért a Duolingót sem kezdtem el, pedig ez annyira kézenfekvő lett volna, azóta nagy Duolingós is vagyok. Egyébként az volt az eredeti tervünk, hogy Rómában kezdjünk el egy kurzust, hiszen ez egy tök jó lehetőség ismerkedni, barátokat szerezni, és én alapból is jobban szeretek oda menni valahova, mint online csinálni, de egyszerűen nem találtunk olyat, ami mondjuk heti kétszer lett volna az szinte az összes kurzus, ilyen intenzív heti ötös kurzus lett volna, ezért kitaláltuk, hogy na jó, hát akkor csináljunk egy online magyar kurzust, tehát egy magyar-olasz kurzust, aminek egyébként az az előnye, hogy sokkal olcsóbb, tehát töredékét fizetjük ennek a magyar cégnek, mint amennyit most itt egy olasz cégnek fizetnénk. Egyébként tök jó, szombatonként van az óra, viszont az egy jó tömör 4 órás olaszozás, és tökre örülök, hogy már most azért érzem, hogy bátrabb vagyok, merek olaszul kérni, és azért tényleg jó sok hasonlóságot látni a franciával és a spanyollal, szóval remélem, hogy ez nem fog olyan nagy nehézségeket okozni nekem. Ma esti program azért különleges, mert először megyünk moziba itt Olaszországban. Nem volt olyan egyszerű olyan mozikat találni, ahol eredeti nyelven játszak, pontosan 2 találtunk egész Rómában, ahol a mi filmünket játszak. Wes Andersonnek fogjuk a The French Dispatch, vagyis francia, azt hiszem külön kiadás, vagy valami ilyesmi a címe, filmet megnézni, amit baromira várok, imádom Wes Anderson filmjeit, a színvilágát, az esztétikáját, az ahogy be van rendezve minden shot egy művészeti alkotás. Nézzétek a Mártnak milyen jó szettje, gyere lejjebb! Halló. De nem úgy, hanem úgy, hogy látszódjon a felsőtestet. Ezt a jacket a Humanában turkálta, én javasolt. Vagy hát te is nézted, de aztán én mondtam, hogy szerintem ez jó, és próbálja fel. Baromi jól néz ki szerintem. Ezzel a pulcsival is, de garbóval is. Meg most meccselünk barna-barna. Viszont kint szakad az eső, szóval biciklivel akartunk menni, de valószínű gyalog fogunk, ez lesz egy 20-valahány perces séta a zuhogó esőben, de nem baj, mert megvannak a jegyek, és én nagyon várom, hogy menjünk, szóval... Van esernyünk. Van esernyünk, igen. Másnap reggel van már, és az a helyzet, hogy nem vagyok filmkritikus. Tegnapi Wes Anderson film képi világa az eszméletlenül tökéletesen csodálatos. Minden egyes filmjénél levesz a lábamról, hogy mennyire jól komponáltak a felvételek, a színek mennyire szimbolizálnak, az, hogy ilyen szimmetrikus képekkel operál, zseniális. A sztori is szokásosan tetszett, a színészek nagyon jók voltak, vicces dialógusok voltak benne, mindig egy tökéletes időzítéssel. Ez a film, ez nem egy sztorin ment végig, hanem egyszerre 3-an is, de plusz volt egy negyedik is, ami így keretet adott neki. És nekem például a 3. sztori az már kicsit sok volt, ott már elvesztettem a fonalat, mert minden sztori visszament egy másik sztoriba, és már fáradt voltam este volt, és így a 3. sztorinál már így néztem, hogy ez nekem most már kicsit sok. Szóval újra meg kéne néznem, hogy értelmezhessem meg, ott be is aludtam egy pár perccel. Egyébként képzeljétek, azóta úgy alakult, hogy megnéztem még egyszer a filmet. Most előtte megittam egy jó erős kávét, nem aludtam el, és így most már sokkal jobban összeállt a kép, és rájöttem, hogy nem túl sok ez, és baromi jó ötletnek tartom, hogy egy újságot megfilmesített Wes Anderson tulajdonképpen, és a különböző sztorik, azok a különböző újságcikkek. De összességében egy jó élmény volt, javaslom, hogy megnézzétek, de tulajdonképpen most nem is ezért indítottam el a kamerát, hanem azért, mert érkezett egy csomagom, amit nagyon régóta várok. Az a helyzet, hogy én imádom a sriracha szósz, tudjátok, ez az ázsiai a csípős szósz. Otthon ezt teszem úgy nagyjából mindenre. Gondolkoztam is rajta, hogy hozzak, mert volt 2 kb. Szinte teljesen teli üvegem Budapesten ebből a csípős szószból, de úgy voltam, hogy most nem fogok itt szószt elrakni, úgy is fogok tudni itt venni, helyet foglal a bőröndömmel, stb. Meg ha kifolyik, na az lenne a világ legnagyobb rémáma. Végül nem hoztam el, és úgy voltam vele, hogy úgy is tudok majd venni. Nagyjából már szerintem a legtöbb szupermarketben voltam, és így körbejártam, és sehol nem lehetett kapni, de mondtam, jó, nem baj, elmegyek ázsiai boltokba. Voltam egy kifejezetten egy ilyen koreai boltba, voltam egy ilyen csak unblock ázsiai üzletben, és sehol nem lehetett kapni. Az a slusszpoén, hogy berendeltem Amazonról, de ez itt mi? Le van róla törve a cucc, amiből kijön. Na mindegy, így is működni fog. De attól függetlenül izgatott vagyok miatta, ez most ilyen, ugye nagyon sokféle van, én az originált is nagyon szeretem, de van gyömbéres, citromfüves, ez fokhagymás. Ennyi a sztori, a Mark már elment a munkába, felébredtem vele direkt, és aztán visszaaludtam még egy másfél órára, szóval
Gratulál nekem!